Ez a mágneses folyadék ugyanúgy viselkedik, mint egy sima folyadék, egészen addig, amíg egy külső mágneses teret nem alkalmazok, ugyanis ebben az esetben tudom manipulálni, tudom mozgatni. A folyadékban nanoméretű mágneses részecskék vannak, amik azért érdekesek, mert többféle orvosi alkalmazásnál is felmerült a lehetősége a használatuknak. Az egyik ilyen például a mágneses hipertermia, mellyel előidézhető a mesterséges láz. Ebbe a váltakozó mágneses térbe ezek a parányi nanorészecskék próbálják követni ennek a váltakozó térnek az irányát. Miközben ők próbálják ezt követni, hőt képesek felszabadítani, és a környezetüket fel tudják melegíteni. Ez egy kisegítő terápia lehet esetleg daganatos betegségek során, ugyanis sokszor előfordul, hogy kemoterápia mellett valami más alternatív módszert is próbálnak alkalmazni az orvosok. A mágneses hipertermiánál lokálisan egy adott környezetbe tudnánk mesterségesen lázat létrehozni, tehát a testhőmérsékletet 37 fokról 42-43 vagy akár 45 fokra fölmelegíteni. Kutatások szerint a daganatos sejtek az egészséges sejteknél sokkal érzékenyebben reagálnak a hőmérséklet emelkedésére. De ha a teljes testben mesterséges lázat idéznek elő, az a páciens számára életveszélyes állapothoz vezetne. Viszont ha lokálisan csak az adott daganatban jön létre a hőmérséklet emelkedés, akkor ki lehetne használni a daganatos sejtek hőérzékenységét. Ebben segíthetne a mágneses folyadékok injektálása célzottan a daganatos területre. Az egyik legnagyobb probléma azonban ezekkel a mágneses folyadékokkal, hogyha egy lokális hipertermiát szeretnénk létrehozni, akkor megfelelő koncentrációba kell ezeket a részecskéket ott tartani a daganatos területen. Erre mi most a kutatócsoportunkkal az elmúlt pár évben próbáltunk különböző útvonalakat megtalálni, hogy hogyan lehetne ezeket a nanorészecskéket ott tartani, mivel, hogyha intravénásan bejuttatjuk, akkor a keringésbe ez előbb-utóbb szétoszlik, kiürül, tehát nem tudjuk folyamatosan fenntartani azt a megfelelő mennyiségű nanorészecskét az adott helyen, ami a hőmérsékletet felemelné. A másik kutatási irányunk, tehát ennek megfelelően egy olyan struktúra létrehozása, ami csapdázni képes ezeket a parányi, a milliméter milliomod részének megfelelő nanorészecskéket. Dr. Jedlovszky Hajdú Angéla, a Semmelweis Egyetem nanokémiai kutatócsoportjának vezetője. Klinikai kémikusként végezte tanulmányait, ami sokat sejtett, de biztos ismerete csak keveseknek van a mögöttes tartalomról, nem véletlenül, hiszen ez a szak több tudományágat is magában foglal. Mostani hangzatos szóval mondhatnám azt, hogy nanotechnológiával foglalkozunk, ezt korábban kolloid kémiának hívtuk, tehát ugye a kémia területénről jön ez az egész, hogy a nanorészecskéket létrehozzuk, hogy hogyan tudjuk őket stabilizálni, hogy lehetőleg azok ne álljanak össze nagy ilyen agregátumokká, ami aztán mondjuk egy intravénás alkalmazásnál eltömíti az érrendszert, tehát ez a kémia vonala. Az, hogy ezt én föl szeretném használni egy orvosi alkalmazásra, ahhoz ugye kell egy olyan fajta orvosi háttértudás, hogy tudnom kell, hogy milyen kölcsönhatás lesz a kémikus által előállított anyag és maga a létrehozott termékbe az orvosi szempontból, nem csak hogy mire lesz jó, hanem hogy milyen kölcsönhatásokat okozhat. Tamás már középiskolásként felhívta magára a figyelmet kivételes szorgalmával és tehetségével. Gimnazistaként csatlakozott a Semmelweis Egyetem kutatócsoportjához, ahol nyáron a Cambridge-i Egyetem hallgatójaként szakmai gyakorlatát végezte. Bekapcsolódhatott a nanotechnológiai kutatásokba, és már egészen fiatalon elnyerte a Junior Prosciencia aranyérmet. A laborban való dolgozást is nagyon jól meg tudtam így tanulni, másrészt pedig a TDK írást, azt, hogy tulajdonképpen egy tudományos munkát hogyan kell megírni az embernek, hogyan kell posztert készíteni, hogyan kell egy tudományos előadást előadni, mire kell figyelni egy előadás során, ezt mind-mind tőle tanultam, illetve most a cikkírás folyamatát is tőle fogom megtanulni, úgyhogy abszolút nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki. Mester és tanítványa egyaránt átvehette a tanulmányi idő alatt kiemelkedő teljesítményért járó Prosciencia aranyérmet. A díj a hallgatói összteljesítmény alapján méltatja a tudomány kiemelkedő egyéniségeit. Amikor még az aranyérmet átvettem, akkor még nem voltak konkrét elképzeléseim, akkor úgy gondoltam, hogy
hú, hát majd, hogyha valaki docens lesz, vagy elnyer egy Bolyai ösztöndíjat, hát azok olyan hihetetlen, fantasztikus emberek, hogy én szerintem a nyomukba se fogok érni, és amikor például elnyertem a Bolyai ösztöndíjat, akkor úgy gondoltam, hogy hát messze túl értékelnek, vagy hogy előbb-utóbb biztos rá fognak jönni, hogy itt valami tévedés van, de hogy most úgy gondolom, hogy messze túljutottam azon, amit akkor gondoltam 13 évvel ezelőtt, hogy ide eljuthatok. Ennek ellenkezőjéről pedig számos izgalmas kutatás árulkodik, ahogy a jövőre vonatkozó várakozások is, hiszen ha csak az elmúlt 10 év nanotechnológiai kutatásainak eredményeit nézzük, egészen biztos, hogy a gyógyászat területén is óriási jelentősége lesz a parányi részecskéknek.